A rokmajál is ugyan véget ér, de ezzel a programoknak meg nincs vége itt az alumínium pályán, hiszen a holnapi nap, tehát május 1-én is folytatódik a rendezvény sorozat. Több sztár vendég is érkezik majd ide a mögöttem látható színpadra. Most viszont itt van mellettem az Ajkai Kézilabda Klub egyik játékosa, Pék Máté, őt pedig a mai meccs eredményeiről kérdezem. Máté, hol játszottatok ma pontosan? Megyé bajnokságban Simó Tornyán léptünk pályára, ahol sajnálatos módon 30-29-es vereséget szenvedtünk. Minek tudható be ez a vereség? Mit gondolsz? Az első félidőben sajnos nagyon rossz védekezést mutattunk be, ennek is tudható be, illetve a második félidő végén a bírók is beleszóltak az eredménybe. Mit gondolsz, hogyha hazai pályán zajlott volna ez a mérkőzés, akkor más eredményt tudhatnátok magatok mögött? Hazai pályán nagyon sokat segítettek volna a szurkolók, hiszen itt minden meccsre nagyon sok szurkoló látogat ki. Ott sajnos csak egy család volt kint a mely Mi az a távolság a meccset, meccseiteknél, amikor még egy nagyobb tábor utazik el hozzátok? Veszprém megyében nagyon sok szurkoló szokott eljönni, de mivel ez, ez egy összevont bajnokság, Veszprém és Fehér megyei, így uh, kevesen látogattak el az alkei szurkolók közül. Oké, okay, ezen kívül most egy uh, kérdés itt a rock maraton, vagyis hát a rock uh, majálissal kapcsolatban. Mi az, amit kipróbáltatok a mai nap folyamán a játékelemek közül, illetve hallgattátok-e koncerteket? Mai nap folyamán kipróbáltuk a Horváth Mihály által tervezett, illetve megépített 50 méteres uh, ringlispilt, illetve dodge is nagyon sokat, és még a coca cola üvegre dobálós kis korongot is kipróbáltuk. Oké, okay. Máté, milyennek ítéled meg ezt a rendezvény sorozatot? Szerinted van erre szükség a városában? Szerintem nagyon jó, hogy három napon keresztül megszervezték, mivel szombat, vasárnap és hétfőn is tart ez a rendezvény. Sokkal jobb, mint csak május 1-én tartana ez a rendezvény. Milyen eredményt értetek el az alább említett játékban, tehát az üvegre dobálással kapcsolatban? Sikerült-e nyerni esetleg valamit a modern céllövöldében, vagy ezt még későbbre tartogatjátok? Sajnálatos módon senkinek nem sikerült rádobni a coca cola üvegre a kis korongot, de holnap újra próbálkozunk, hisz holnap is nyitva lesz a Majális, illetve Horváth Mihályék ki lesznek. Az előbb említett három nap közül melyik, nap az szerinted, amikor a legtöbben fognak kilátogatni ide az alumínium pályára, illetve a bányásport pályára? Szerintem mindenképp a május elsői nap, hisz az hétfőre esik, és mégis csak május elsői munkaszüneti nap, úgyhogy holnapi nap lesz a legnagyobb látogatottság. Szerinted, vagyis hát illetve úgy kérdezem, hogy neked melyik volt a, a, rendezvény sorozat közül a legkedveltebb napod, a rockmaraton, a fiatalok napja, illetve a május elsőjai rendezvény? mindenképp a fiatalok napja. A fiatalok napján a rock, a fiatalok napján a koncertek mellett számos BMX bemutató is zajlott itt a sportpályán. Valamelyiket esetleg követhet figyelemmel? Így van, itt voltam a BMX bemutatókon, hisz régebben, még fiatalabb koromban én is BMX-eztem, nagyon nagy élmény volt számomra. Mi ennek ítéled meg a fiatalok bemutatóját, illetve a fiatalok produkcióját a BMX kategóriában? Nagyon jónak tartom, hisz a fiatalok a jövőt építik, ezért mindig is nagyon ö, követem őket, hogy mit, mit produkálnak. A fiatalok a jövőt építik. A te produkciód esetleg összhangba vonható-e az általad látott produkciókkal itt a fiatalok napján? Tehát te tudtál-e ilyen trükköket megcsinálni a BMX kerékpároddal, mint amit itt láttattál a tegnapi nap folyamán, hiszen ma éppen a középső napon vagyunk. Régenben próbálkoztam, de sajnos nem tudtam annyit gyakorolni, hogy ez sikerüljön. Pék Máté-nek köszönöm szépen az interjút, további jó szórakozást kívánok. Itt az elő majálison, tehát a rok majálison, illetve majd a holnapi nap folyamán is a majálison. Máté, jó szórakozást! Köszönöm szépen a viszontlátásra! Ez volt a mai napra tervezett interjú itt a rokmajális is végén. A holnapi nap folyamán szintén számos programmal várnak benneteket a szervezők itt az Alumínium Ajka pályáján, illetve a Bányász pályán is. Szóval, hogyha tehetitek, látogassatok ki, és élvezzétek az élményelemeket. Szép estét kívánok! Szevasztok!